Én Munk Veronika vagyok. Hey, Anecskó Kata. A Telex most induló True Crime podcast sorozata a szerepjátékos gyilkosság riporterei és készítői. Egy olyan megtörtént magyar bűnügyet dolgozunk fel, ami még a mi sok éves újságírói tapasztalatunk alapján is rendkívül szokatlannak és egyedinek mondható. Gyilkosságról beszélünk. Előre kitervelt gyilkosságról. Az amúgy is csökkenő számú hazai gyilkosságok között 10%-ot sem ér el az előre kitervelt esetek száma. És itt az elítélgyilkosok látszólag végrehajtották a tökéletes bűncselekményt. Nem hagytak semmiféle nyomot vagy bizonyítékot hátra. Nincsenek közvetlen bizonyítékok. Tudja, hogy működik a rendszer, ezért ki is tudja játszani. Nem csoda, hogy a gyilkosság és az ítélet között több mint 12 év telik el. És talán mindmáig nem ítélnek el senkit, ha nem jelentkezik a rendőrségen egy férfi, aki megvádolja a barátnője volt szerelmét. Ekkor gyakorlatilag bevallották, hogy megöltek valakit. Az áldozat az elítélt gyilkosok egyik legjobb barátja volt. Olyan ember, aki szellemi dolgok, tudás, filozófia ugyanúgy érdekelték, mint engem. És aki az édesanyja szavaival nem egy rossz fiú volt, ő naív volt. Én azt mondom, hogy a naivitására nagyon-nagyon fizetett. És ami összeköti a koronatanút, az ítélet szerinti elkövetőket és az áldozatot, ezt a négy intelligens és művelt férfit, az a szerepjáték. Gyilkosságról beszélünk, előre kitervelt gyilkosságról. Már nem tűrhették a szerepjátékok bűvöletében. Megsértette a fantázia világ becsület kódexét. Nincsenek közvetlen bizonyítékok, se szemtanú, se nyom. Ösztönössége nem zárják ki, hogy bűncselekményeket kövessen. Köteles a legjobb tudomása szerint az igazat vallani. Bevallották, hogy megöltek valakit. Megölte a Krisztiánt? Nem. Ki kell, hogy derüljön az igazság. Én Janecskó Kata vagyok. Én Munk Veronika. És ez a szerepjátékos gyilkosság. A Telex nyomozó podcastja. Tartsanak velünk. Április 11-től a podcast platformokon és a Telexen.